Most a Tarot de la Noitót vettem elő, ez egy nagyon szép nőies kártya, és arra gondoltam, hogy megnézzük, hogy mi most a legfontosabb feladatod, és ezért most választhatsz a három lapból, és amíg választasz, addig elmondom, hogy utána, ki választottad, akkor elmondom, milyen feladatokat akar az adott kártyalap. Ami nagyon érdekes egyébként ebbe a Tarot kártyacsomagba, hogy minden lapnak van egy elnevezése, ami nagyon találó, úgyhogy azt is el fogom mondani. Na nézzük akkor, hogyha az első lapot választottad, akkor mi a legfontosabb feladatod most? Ez az érme ötös lapja, aminek az a neve, hogy a megosztásra való törekvés. Hát, amint láthatod, egy nagyon sötét ábrázolás, itt az egész kártyacsomag egy picit ilyen sötétebb, nem kell tőle megijedni. Nagyon fölfelé figyel, és hogyha megnézed, hogy nem nagyon van rajta ruhad, mint ha csak egy köppenyben lenne, hát mindenképpen arra szólít fel, hogy nézz egy kicsit fölfelé, olyan, mintha mögött egy másik világ lenne, amiből egy picit kiszorul, tehát mindenképpen utal arra, hogy valamilyen módon elkülönültnek, esetleg magányosnak érezheted magad, és szeretnél visszakerülni valamilyen módon az egységben, te szeretnéd, hogyha ezek a felhők eltűnnének. A feladat itt az, mivel az ötös lapok mindig egy ilyen nehezebb megoldásokat kínálnak, hogy elengedj valamit, és hát mivel érmelap első körben ez ugye az anyagi világról szól, tehát amit el kell engedned, az az anyagiakhoz való túlzott ragaszkodás, illetve hogyha értek veszteségek a múltban, illetve a közelmúltban inkább, akkor egyszerűen el kell fogadnod, hogy az most már nem a te birtokodban van, és nem is kell erőltetni, hogy visszaszerez valamit, ami eltűnt az életedből. Inkább gondolja arra, hogy ezzel helyet kaptál valami többnek, valami, ami most hiányként, egy ilyen vákumként szolgál, hogy befogadjon valami mást, valami többet. Tehát, mintha helyet csinálnál valami újnak. Tehát itt a legfontosabb, hogy elfogad ezt, hogy valami eltűnt az életedbe. Ez lehet persze bármi más is, nem csak az anyagi dolog. Valami olyan, ami fizikailag jelen volt az életedbe, valamilyen stabilitást adott, de most már nincs ott. Tehát, hogy fogadd el, hogy jelenleg ez, mint valóság ott van az életedben, és tudd, hogy ha ezt a múltban hagyod, akkor a jövőd valami újat, valami jobbat fog tartogatni a számodra. Na nézzük, hogyha a kettes lapot választottad. Ez a botok négyes lapja. Ennek a lapnak a neve, hogy a harmónia visszatért, és ha megnézed a főszereplőnek az arcát, akkor egy kicsit ilyen békésebb, nyugodtabb állapotban van, tehát olyan, mintha éppen megpihenne. A nap is éppen elkezd sütni a távolból, tehát egy olyan időszakra utal, amikor a nehézségek oldódnak, és egy harmonikus jelen bontakozik ki. Hát, amit itt tenned kell, az ugyanaz, amit a főszereplő, hogy picit pihenj meg, lazíts. Az ideje, hogy többet foglalkozz magaddal, és ne küzdj annyit, kicsit kevesebbet cselekedj, pihenj egy picit meg, és vedd észre, hogy mennyi mindent elértél. A botok négyes egyébként egy nagyon örömteli lap, és nagyon sokszor sikert is jelez. Hát, ha a ruházatát nézed, akkor ez olyan, mint egy mennyasszonyi ruha. Gyakran párkapcsolatokban olyan helyzetre utal, amikor valamilyen elköteleződés történik a párkapcsolatban, akár egy eljegyzés, házasság vagy összeköltözés, tehát mindenképpen egy jó, örömteli időszak következik az életedbe. Nézzük, aki a harmadik lapot választotta, annak mit üzen a taró. Ez a harmadik lap a főpap lapja, ennek is van elnevezése a kártyacsomagban, méghozzá az, hogy a tradíciót követni kell. Ez egy nagyon beszédes gondolat, hogyha végig gondolod, hiszen nagyon sokszor a tradíciót a megszokások váltják ki, a rutin, vagy a beidegződések, de igazából a tradíció egy picit más, mert arról szól, hogy olyan szertartásokat végzünk, olyan dolgokra emlékezünk,
amik fontosak voltak az őseinknek, és az, ami valamilyen módon stabilitást ad az idővonalon, hogy vannak gyökereink, hiszen őseink mondjuk ugyanazt a szertartást csinálták, amit mi. Tehát valamilyen módon erre is hívja a figyelmedet, hogy őrizd meg olyan szokásokat, amik a családodban voltak, és amelyek neked is tetszenek, ami egy picit az összetartozást erősíti. Aztán a főpap ugye arra is hívja a figyelmedet, hogy a hit milyen fontos, hiszen a főpap ugye a hitről szól, hogy miben hiszel, mit követsz, mennyire tudsz bízni abban, hogy van egy nagyobb, egy felsőbb hatalom. És itt mindenképpen arra búzdít a főpap, hogy engedd át ennek a felsőbb hatalomnak az irányítást, mert ő sokkal inkább tudja, nagyobb látószögből, hogy merre visz az utad, és hogy merre kell tarts. Tehát egy picit jobban bíz a sorsodban, az életutadba, hiszen mindegyikünknek megvan a maga életútja, és hagyd magad vezetni. Ez a vezetés, hát persze nem cselekvéssel történik, hiszen nem fog oda jönni hozzád a jó Isten, hogy kézen fogjon, viszont a megérzéseid, az intuíciód mindig fogják súgni, hogy merre menj. Tehát érdemes erre hallgatnod. És igenis érdemes egy picit nagyobb bizalmat szavazni a te saját jövődnek. Hát ez a főpap időszak egyébként egy ilyen szellemi fejlődésről szól, tehát biztos, hogy kevesebb lehetőséged lesz cselekedni, és úgy általában irányítani a dolgokat, de minden eredményt akkor tudsz jól elérni, hogyha inkább szellemi szinten teszel érte. Ez például olyan, mint amikor elképzeled, hogy milyen eredményt szeretnél, vizualizálod ugye azt, vagy elkezdesz tanulni, amitől egy picit más nézőpontokat kapsz, kitágul a tudatod. Mind a kettő jó választás, és akár mind a kettőt is választhatod. Ez biztos, hogy egy egészen más viszonyod lesz a valósághoz, hogyha hagyod egy picit, hogy vezessen arra, amerre neked a legjobb. Köszönöm a figyelmed, és ha tetszett a videó, kérlek oszd meg, és iratkozz is fel a csatornára. Nagyon sok videót találsz itt különböző témákban, amik a taróval kapcsolatosak. De megtalálsz a Facebookon és az Instagramon is, Taró Suttogó néven. Érdemes oda is bekukkantani, mert egészen más dolgokat, információkat, esettanulmányokat fogsz találni. Köszönöm még egyszer a figyelmed.